Az immáron harmadik éve futó vándortáborozás sokszínű kínálatában idén is rengeteg gyermek indult útnak hazánk megismerésére. A program célja a felső tagozatos, valamint a középiskolás diákok környezettudatos szemléletének kialakítása, valamint a természetjárás megszerettetése. Az idei évben több mint 11 ezer gyereket viszünk el vándortáborozni, ha jól számoltuk, akkor 421 táborban és 19 túraútvonalat építettünk ki. Vándortáborozni Magyarországon gyalogosan lehet, vízen, kenukkal és kerékpárral. Óriási szervezési munkát igényelt ennek az összehozás, és a kormány nagyon komolyan mögé állt. De nyilván a kormányzati támogatás az nem ért volna semmit, hogyha nem találunk olyan szervezeteket, akik ezt a munkát hajlandóak lettek volna elvégezni. És ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Magyar Kajakkenu Szövetségnek, a Magyar Kerékpáros és Turisztikai Szövetségnek, valamint az Országos Erdészeti Egyesületnek, és minden erdészetnek, mind a hét erdészetnek, akik a vándortáborozás mögé álltak. Mi ezzel a műfajat tavaly ismerkedtünk meg a vándortábornak a műfajával, a biciklis túrát az Őrségben teljesítettük, és nagyon-nagyon megtetszett a gyerekeknek ez a fajta életmód. Úgyhogy amikor idén megkérdeztem őket, hogy akarnak-e jönni és a gyalogosba is egy kicsit belekóstolni, akkor egyhangulag jelentkeztek rá. Rém egyszerű az én dolgom, mert nekem táborszervező pedagógusként arról kell csak gondoskodnom, hogy lehozzam ide a gyerekeket, elkísérjem őket az utolsó állomásig, és ezen kívül pedig mindent az egyesületnek a munkatársai, a helyi erdészetek megszerveznek, az összes programot, az útvonalat, kiadványokat kapunk, amikben részletesen le van írva az útvonal. Egy nagy-nagy biztonságban érezzük magunkat, meg információ áradatban, úgyhogy nekünk tényleg nincs más dolgunk, mint az, hogy jól érezzük magunkat. Előző táborban az osztályfőnökünk Gyuri bácsi találta meg ugye a vándortábort, és ő mondta, hogy milyen jó lehetőség lenne így osztályszinten is jobban összekovácsolódhatnánk így az utolsó évekbe. Eléggé össze kell szedni magunkat, mi ugye kicsit szokatlan számunkra a telep, ugye a belvárosból egy ilyen természetbe kijöttünk. Vannak megerőltető emelkedők is, de ugye már a végén azok a lejtő, amire ugye küzdködünk, az már nagyon jól esik. Elég el vagyunk fáradva ugye minden nap végén, vannak hosszabb és rövidebb ilyen napi túrák, az a megérdemelt alvás az már nagyon jól esik számunkra. Állótáborhoz képest ugye itt majdnem minden nap változtatjuk a helyünket, talán két olyan hely lesz, ahol majd kettőt is alszunk. Tehát az, hogy egy viszonylag nagyobb területet itt a Észak-Kelet Börzsönyt járjuk be, egy nagy területet ismerünk meg, sok emberrel találkozunk, és biztos vagyok benne, hogy ez az egy hét, ez felér egy év biológia, egy év földrajz tanulással. A gyerekek olyan ismeretekkel mennek haza, amiket akár a kiadványokból, akár személyes találkozásokon keresztül kapnak, hogy ezek valóban életre szóló élmények lesznek nekik. Tavaly a biciklis vándortáborban vettünk részt az osztállyal. Idén úgy gondoltunk, hogy az erdei vándortáboron is kipróbáljuk magunkat. Nagy lehetőség és élmény számunkra, hogy eljöhetünk egy ilyen táborra. Több táborral összevetve sokkal szervezettebb és sokkal könnyebb nekünk ide eljönni, hiszen már minden úgy megvan szervezve számunkra az étellel, és az ellátással nem kell foglalkoznunk, csak meg kell tegyük az aznapi távokat. Itt most a Börzsönyben szép a táj, és mindenki élvezi, hogy ilyen kiránduló helyeken mehetünk át. Az osztály fel volt már erre készülve, úgy gondolom, hiszen iskolában már többször kirándultunk. Más helyeken ezért is választottuk az erdei tábort idén. A magyar állam támogatja ezt a programot, nyilván nem is tudott volna ez így megvalósulni ezen a színvonalon, és nagyon-nagyon szeretjük, élvezzük, és amikor csak tehetjük, akkor jövünk. Gyalogos vándortáborok mindegyik az első napon betelt, a kerékpáros és vízi vándortábor útvonalakból is több rögtön az első nap betelt, és ez azért van, mert szájhagyomány útján terjedt a gyerekek iskolák között, hogy ez egy nagyszerű, fantasztikus dolog, és gyakorlatilag minden
vándortábor szervező azt mondja, hogy azok az iskolák, akik a tavaly évben vándortáboroztak, azok az idei évben is jelentkeztek, és rajtuk kívül még nagyon sok más. Az idei évben 4000-rel több gyerek jut el vándortáborba, mint a tavalyi esztendőben. Egy-egy ilyen vándortábor útvonal kiépítésében azért nagyon-nagyon sok munka van, és nagyon figyelünk arra, hogy ezeket a vándortáborokat úgy szervezzük meg, hogy a gyerekeknek tényleg jó élmény legyen. Megéri ez a munka, különösen ebben a mai ilyen virtuális világban, amiben a gyermekeink élnek, hogy természetközeli élményeket, kalandokat szervezünk nekik, ahol közösségben egymással beszélgetve kénytelenek túrázni. Ekközben megismerik hazájukat, és valószínűleg egy kicsit jobban meg is szeretik.